Komoly kihívások előtt áll a kerület vezetése, illetve szociális intézményei. A kormányzati elvonások és megszorítások, az energiaválság, az orosz-ukrán háború, valamint az újra várható járványügyi intézkedések várhatóan rengeteg embert fognak nehéz helyzetbe sodorni a közeljövőben, emelte ki beszédében Vincek György alpolgármester. Mint mondta, fontos lenne minél hamarabb felkészülni és együttes erővel hatékonyan segíteni a bajba jutott kispestieken, ezért arra kérte a jelenlevőket, hogy higgadtan, a pánikot elkerülve fogjon össze a szakma. Attól tartok, hogy lesz egy olyan réteg, amely nem a legszegényebb kategóriában lesz nehezen túlélő. Tehát én azt gondolom, hogy talán akik a legszegényebb helyzetben voltak, akkor minden támogatást ők megkapnak továbbra is. Igaz, hogy a magas infláció, ne felejtsük el, ami szintén nap mint nap éljük, az őket is fogja sújtani. Tehát, hogy enni kell, gyermeket kell nevelni, iskoláztatni kell. Tehát lehet, hogy rezsire nem kell nekik többet fizetni, mint eddig, mert az egy fix áras, és az nem fog változni, de az élet, a napi élet az infláció miatt sokkal többe fog kerülni, és képesek-e azt kitermelni, lesz-e bármilyen kompenzáció a tekintetben, hogy ezeket a nagyobb terheket képesek legyenek tartósan fizetni. Tehát attól tartok, hogy azért ilyen csoportok előjönnek a legszegényebb részekből is, és szerintem a középosztály alsó része az, ami elszenvedhet, és az egy új célcsoport lesz majd a segélyezésben, mert ők eddig nem voltak segélyezve, és lehet, hogy beleszorulnak ebbe, hogy nekik is majd támogatás kell, hogy részben a rezsi emelkedéseket, ami már az átlagon felüli fogyasztásra értendő, illetve a magas inflációra. És ne felejtsünk el Kispesten is egy olyan csoportról, ami a vállalkozók részege, akik mondjuk eddig a vállalkozásaik akár katásak, akár nem katásak voltak, de ott is inkább a rezsit látom nagyon nagy problémának, hogy a működő vállalkozások ki tudják-e termelni például a rezsiköltség növekedések terheit, hogy el tudják-e a szolgáltatásokat adni ezzel a magas rezsivel. A kispesti szociális kerekasztal ez alkalommal, csak úgy, mint a járvány előtti időszakban, a Városháza dísztermében zajlott. A korábbi évek gyakorlata alapján a kerekasztal tagjai beszámoltak az elmúlt év tapasztalatairól, számba vették az elvégzett vállalásokat, és megfogalmazták az új feladatokat. A meghívottak között voltak a kerületi civil, karitatív és érdekvédelmi szervezetek, egészségügyi intézmények munkatársai és a helyi egyházak képviselői. Elsőként Blázi Krisztina, a Humán Szolgáltatási és Szociális Iroda vezetője beszélt a fővárosi önkormányzat megbízásából készülő összefoglalóról, amely a helyi hajléktalan ellátás elemeit foglalja össze a fővárosi önkormányzat szakemberei számára. Amit a koncepcióban rögzítettünk, meg amit beszámolókon szoktunk testület elé vinni, az tulajdonképpen nagyrészt a Vöröskereszt és a kerületi civileknek a munkájáról szokott szólni, ami ugye az intézményi ellátásra vonatkozik. De ez az anyag, amit most készítünk, ez annyiból bővebb, hogy a hajléktalanság preventív oldalát is jobban firtatja, tehát ott is feladataink lesznek, illetve amiket mi már most is csinálunk, azokat rögzíteni fogjuk, és a rehabilitációs része, tehát hogy mi van az intézményi ellátásaink után, arra is nagyobb hangsúlyt fogunk tudni fektetni. Az az anyag, amit közösen fogunk elkészíteni az előbb felsorolt intézményekkel és a vagyongazdálkodási iroda munkatársaival, illetve a polgármester urakkal, az bele fog kerülni egy-egybe ebbe a koncepcióba. Az irodavezető arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban úgy is segítette a kispestieket, hogy helyi rendeleteiben újra szabályozta, módosította a települési támogatások elérhetőségének szabályait, így lényegesen nőtt a méltányossági kör, többen felelhetnek meg a jogosultsági feltételeknek, például a lakhatási, illetve a születési támogatásoknál. Vigné Vince Erzsébet, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum vezetője szerint nem szabadna lemondania a kerületnek egy korábbi családi hotelnek nevezett elképzeléséről. Ami arról szólt volna, hogy bizonyos családok nyilván
nem hajléktalanok, hanem akik nagyon nehéz helyzetben vannak, és az ő számukra jelentett volna 5 évi lakhatási megoldást úgy, hogy a továbbtanulást, munkakeresést, fejlődést, tehát egy csomó mindent mellétéve, fejlesztést mellétéve, 5 év után egy sikeres továbblépésre tudtuk volna felkészíteni a családokat, vagy ez lett volna ennek a családhotelnak a funkciója. Ugyancsak fontos támogatói program lenne a karbantartói brigád ötlet, amely az időseknek segítene a ház körül felmerülő apró javítások, festések, szerelések, szállítások szervezésében. Ezek a programok ugyanakkor csak is pályázati pénzekből tudnának megvalósulni, amire most nincs lehetőség. A gazdasági helyzet romlását mutatja az is, hogy rohamosan csökken a Magyar Élelmiszerbanktól naponta kapott élelmiszerek mennyisége, számolt be a Szociális Szolgáltató Centrum vezető. A segítőkész kispesti gondozó szolgálat vezetője Balázs Piroska a pandémia alatt végzett erőnfelüli munkáról, összefogásról beszélt, és felsorolta mindazokat a programokat, szolgáltatásokat, amelyeket nyújtanak az ellátottak számára. Varga Attila alpolgármester az önkormányzat szociális lakásállományáról szólva megjegyezte, most is rengeteg a krízishelyzetben élő, akiknek azonnali segítségre lenne szükségük, de az önkormányzatnak nincs megfelelő számú és minőségű lakása erre. Az anyagi lehetőség azok nyilván sajnos nagyon alacsonyak ahhoz, hogy akár építkezzünk, akár vásároljunk ingatlanokat nagy darabszámban, sok családot kiszolgálva, de nyilván a vagyongazdálkodás keretein belül igyekszünk sok lakásfelújítást végrehajtani, illetve ha van rá lehetőségünk, akkor lakásokat vásárolni. Évente maximum 10 lakás felújítására, kiutalására van lehetőség, de most is 70 kérelmező vár pozitív döntésre. A tanácskozáson szóba került a kispesti helyi esélyegyelőségi program, aminek kapcsán elhangzott, hogy egyre gyakoribb, 2 év alatt 23 esetről tudni, a családon belül elkövetett erőszak. A problémák sokrétűek és összetettek. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy nagyon figyelni kell a társadalmi változásokat, folyamatokat, és hát amint valami kép összeáll, azonnal hát jelezni ezeket. Elsősorban magának a kormányzati szerveknek, a parlamentnek, tehát én azt gondolom, hogy nekünk olyan funkciónk is van, ami a mi erőnket meghaladja egy önkormányzat erejét, de úgy látjuk, hogy olyan társadalmi mozgás van, folyamat van, akkor azt a leghatékonyabban kommunikálni kell, és javaslatokat továbbítani a törvényhozás felé, hogy ebben ők is segítsenek. Zárszavában Vincek György alpolgármester arra kérte a kerekasztal tagjait, hogy az elkövetkező időszakra csak olyan feladatokat, vállalásokat fogalmazzanak meg, amelyek teljesíthetőek. Azonnali segítséget nyújtanak és gazdaságilag vállalhatóak.